A városi sportcsarnokot, az Aqua Cityt és a városi úszodát üzemelteti az önkormányzati tulajdonú Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. A társaság 2021-es üzleti évének tervezését még befolyásolta a koronavírus járvány, ezért az előző év számait vették alapul. A cég tevékenységének jellegéből fakadóan nem számoltak nyereséggel. Mínusz 19 milliót terveztünk, bízva abban, hogy az év második felében már jobb lesz a helyzet 21-ben. Végül is jobb lett a helyzet, úgyhogy mínusz 13 milliós adózott eredménnyel zártuk a 2021-es esztendőt. Az első fél évben szinte csak az általunk üzemeltetett létesítményeket csak a versenysport használhatta, sőt voltak hetek, amikor még ők se. Ebből ugye jelentős bevételünk nem volt, rendezvények tiltva voltak, úgyhogy a városi sportcsarnokban a kiadásaink azok megmaradtak, viszont a bevételeink nagy részben elmaradtak, akár csak 2020-ban. Javított a helyzeten azért az, hogy 2020-ban sokszor volt, amikor egyáltalán nem is edzhettek és nem is versenyezhettek, tehát meccseket se szervezhettek az élsportolók. 21-ben ez már enyhült, úgyhogy ez javított a számainkon a városi sportcsarnokot illetően, illetve hát az év második felében már enyhültek a korlátozások. A másik nagy projektünk ugye a sport és tanúszoda, ott még ugye zajlott az építkezés 2021-ben. Az első fél évben, május 10-ig, ha jól emlékszem, csak a versenysport jöhetett. A kinti fedett ideiglenes úszodánk volt az, ami vendéget tudott fogadni, de a városi lakosságot csak ugye május 10-től június 18-ig, tehát viszonylag egy rövid időbe tudtuk fogadni, akkor is csak védettségi igazolvánnyal, és június 18-al viszont az építőipar a finishbe érkezett, és a területet vissza kellett adnunk az építőiparnak, munkaterületté lett újra nyilvánítva, ezért nem tudtunk vendégeket fogadni. Természetesen a személyzetet fizetni kellett. Próbáltuk a munkáját megőrizni cégen belüli átcsoportosításokkal. A harmadik nagyobb falat volt, ami erős kérdőjel indult, az az Aqua City. Július elejéig védettség igazolvánnyal jöhettek csak a vendégek, és utána fogadhattunk vendégeket. A 2019-es évet überelni tudtuk, tehát a 69.500 fürdőző helyett, igaz, hogy nem sokkal többet, de közel 70.000 vendéget tudtunk fogadni. Hogyan alakul akkor a 2022-es esztendő? Mit tartalmaz az üzleti év? Talán már nem lesz járvány. Optimistán álltunk hozzá, amikor a tervezés készült, és lényegében a közgyűlés elé, illetve a bizottságok elé egy, mondhatnám úgy, bár nem szakkifejezés, de nulla pozitív eredményt tettünk le. Az azt jelenti, hogy egy közel 1 milliós pluszt tervezünk. Mindenképp az lenne a cél, hogy legalább a nullszaldót a cég eléri. Illetve 2022-ben nehezítette a tervezést, és ez a bizonyos pozitív nulla eredmény azért kérdőjelezhető esetleg meg, mert az új úszodáról ugye nem volt számunk. Tehát addig, míg a régi úszodát közel 100 millióból 90 és 100 millió között lehetett üzemeltetni éves szinten, addig az előzetes tervek alapján egy 400-450 milliós üzemeltetési költséget terveztünk. Hát én nagyon örülnék, hogyha sikerülne ezt a tervezett pozitív nullát hoznunk év végére. Hogyan alakult a dolgozói létszám? Az új úszoda megnyitása szinte megduplázta a cég létszámát, hisz ekkora felületet takarítani, ugye itt úszómesterekkel kapcsolatban más az előírás, karbantartó csapat duplája a réginek, tehát ez így az üzemeltető cég létszámát szinte megkétszerezte.